Közeleg a tél, és mi egyre jobban örülünk a testet lelket melengető ételeknek. Erre is van receptem. Ez aztán csípős. Annyi csilim termett, amennyi még soha, de sütőtökben sem szenvedek hiányt. Azt gondoltam, hogy összeházasítom a kettőt egy River Cottage-i sütőtök és csili esten. Ezért bevettem magam a konyhába, hogy nekiálljak előkészíteni a sokféle édes csípős finomságot. Jesszus! Nem csak az ételek tréfáltak meg. Az időjárás rendkívüli. 10 év óta a legnagyobb vihar van készülőben. Ez jó. Vadhúst kínálunk a főutcai kari étteremben. Ez életem legjobb karija. A nyílt tengeren kalmárt fogunk. Jó érzés, ugye? Őrületes. Ellátogatok Sheffieldbe a földmegosztási program egyik résztvevőjéhez és néhány pulykájához. Már látom magam, amint indulok hazafelé egy-egy madárral a hónom alatt. Az nem pulyka lesz. Ez jó. Igen. Könnyű. Puha. Kiváló. Tökéletes. River Cottage télen. Harmadik rész. Ahogy az idő odakin egyre hidegebbre fordul, az ételek ideben egyre tüzesebbé válnak. A sütőtök és csili estet a hétvégére tervezem, így eljött a szüret ideje is. A paprikának sok változatát termesztem, különböző színűeket, formájúakat és csípősségűeket. A szupererőstől... A habanero pokolian tüzes, nem véletlenül könnyebb formájú. Az enyhe tequila sunrise fajtáig. Úgy tervezem, hogy a csilit egy tál ételekbe, csatnikba, savanyúságokba is beleteszem, sőt, kenyérbe is belesütöm. Pikáns savanyúságokat is szeretnék az esti menübe, ezért ellátogatok barátomhoz, Pam Corbinhoz, akit fantasztikus lekvárjairól már önök is ismernek. Na, mit hoztam? A legnagyobb befőttes üveg. Ahogy mondtad, elhoztam az otthon talált legnagyobb befőttes üveget. Gyönyörű. Meg tudod tölteni valamivel? Van sütőtök a kertben. Tehát a nagyba savanyúság kerül sütőtökből, és a kicsikbe valami nagyon tüzes kellene. Akkor legyen harissa. Az éget. Attól függ, milyen csilit választasz hozzá. Én scotch bonnetet fogok. A kis ördögök. Gyönyörűek. A harissa, az észak-afrikai paprikapüré hagyományosan előétel, vagy a nyárson sült húsok csípős ízesítője. Minden csili rajongónak ott kell, hogy legyen a polcán. Először leforrázok, meghámozok és kimagozok 4 paradicsomot. Segítsek? Kösz, egyedül is tudok paradicsomot hámozni. Már nagyfiú vagyok. Robotgépbe teszem, bánjanak óvatosan a scotch bonnettel, mert nagyon csíp. Mielőtt munkához látnak, kenjenek szét néhány csepp olajat az ujjaikon. A szárak eltávolítása után ezt is a robotgépbe teszem, 4 gereszt fokhagymával együtt. Kell 100 g mogyoróhagyma is. 100 g? És pont abból? Igen, Hugh, ez komoly dolog. Igazad van, bocs. Ha hozzád jövök, Pam, valahogy olyan csintalan leszek. Egy-egy teáskanálnyi köménymagot, római köményt és koriandert pirítunk néhány percig száraz serpenyőben. Akkor szabadulnak ki igazán az ízek és aromák, amikor megtörjük a magokat. Remek! Különleges, igaz? Elég csak néhányat széttörni a mozsárban. A fűszereket kevés sóval együtt a robotgépbe tesszük. Addig darálom, amíg krémes állagú nem lesz. A színe jó. Lekaparom az oldaláról is. Ez egy öngyilkos szippantás volt. A harissát állandó keverés mellett addig pirítjuk, amíg a nedvesség nagy része el nem párolog. Kihűlve töltjük az üvegekbe. Ez nem az a konyhai művelet, amikor alig várod már, hogy lenyalhasd a fakanalat. Az illata is hihetetlenül intenzív. Töltsd fel olajjal. Hogy elkerüljük az oxidálódást, mintha egy hadiüzemben csomagolnánk a robbanószereket.
Én félek is ezektől az üvegektől. Nem inkább a paprika pürétől? Van némi fogalmam arról, mennyire erős lehet a belélegzett illat alapján. Bizonyára segít majd egy kevés hűsítő krémsajt. Igazán bátor vagy. Wow! Szerintem határeset a fájdalom és az élvezet között. A csípőség mögött kiérezni a fantasztikus ízt is. A lángoló Harissa elégette az ízlelő bimbóimat, ezért most biztonságosabb vizekre evezek. A nem kevésbé ízletes, pikáns, savanyú sütőtököt könnyű elkészíteni, és bármelyik nem túl puha fajta jó hozzá. A megtisztított sütőtököt kockára vágjuk. Egy percre forró vízbe tesszük, majd kihűlve üvegbe halmozzuk. Szinte tökéletesre töltötted az üveget, Hugh. Ez egy tökéletesre töltött üveg. Sütőtökkel tökéletesre töltött üveg. Ez Pam sütőtökkel töltött üvege. Szerintem meg Hugh-é. A pikáns, savanyú sütőtökhöz az igencsak ütős acai lemon chilit használjuk. A kimagozott paprikához 2 fejhagymát, 10 gereszt fokhagymát, 4 citromlevét és reszelt héját, meg 1/2 liter olajat adunk. A pürésített keveréket közepes lángon főzzük. Jön még bele 5 teáskanál kurkuma, 5 teáskanál szemesbors, 1/2 liter citromlé, 5 teáskanál őrölt mustármag és 5 evőkanál só. Mennyi ideig kell főzni? 5 percig. Na-na! Végül 5 csésze cukrot és 1 liter gyenge ecetet öntünk hozzá. Szenzációsan fogja ízesíteni a sütőtököt ez a keverék. És konzerválni. Mint téged. Nem liter számra önti édes savanyú keverékét a sütőtökkel tökéletesre töltött üvegbe. Figyelj csak, Pam, az érdekelne, hogy eljut-e a szemesbors a sütőtök rétegek aljáig. Látom, minden esetre felkészültél. Van még valami, amibe belekötnél? A borszemek áthatolnak a rétegeken. Tökéletes. Fogyasztható sajthoz, sültekhez, bele lehet keverni tazsinba vagy ragúba. Önmagában aperitív mellé kínálhatjuk, szezámmaggal megszórva. Nem túl puha? Remek ropogós állagú. Érezni a sütőtök édességét, de a többi ragyogó ízt is. Fantasztikus savanyúság. Kíváncsi vagyok, kiürül ez a hatalmas befőttes üveg a sütőtök és csiliest végére. Coming up, the chillier it gets outside, the chillier we get inside. Isn't that pretty? That's outstanding. And I find out if a young Cornish fisherman can spare me a couple of squid. If there's nothing here this time, I'm going overboard. That can be arranged. Csak 1/2 óra múlva kell fel a nap, de itt a cornwalli Szenőn-faluban egy kőhajításnyira az ország legnyugatibb csücskétől már nagy a nyüzsgés. Hajnal hasadtával több kis csónakkal együtt mi is kihajózunk egy szezonális zsákmány reményében. Horgászunk, ha lehet ezt mondani, de nem halat akarunk fogni, hanem az egyik leggyönyörűbb tengeri élőlényt, amely partjaink körül megél, és állítom, az egyik legfinomabb is. A kalmárfogási szezon a cornwalli partok mentén kora ősztől új évig tart. A vállalkozás igen költséghatékony, kis csónakok, kis teljesítményű motorral és egy fős legénységgel indulnak a zsákmány nyomába. Igyekszem majd én is hasznossá tenni magamat. Társam Ben George, akinek a családja már generációk óta itt halászik. A kalmárt bizonyos fajta fenéken vagy zátonynál keresitek? Hiszed vagy sem, minden évben ugyanarra a helyre térnek vissza. A hajóműhelytől nem messze. Ezért elég az 5-6 csónakból álló kicsi flotta? Igen, együtt dolgozunk, együtt horgászunk. De a zsákmány nem közös, ugye? Nem, persze, hogy nem. Egyik kollégát kidobta a horgot. Közeledünk a helyszínhez. Már meg is érkeztünk.
Horgászbottal fogtam már kalmárt, de ez a hagyományos kézihorgos módszer új a számomra. Itt a felszerelés, de nehogy más meglássa. Titkos? Igen. Ez egy dupla soros villa. A kalmár rátámad a műcsalira, és beleakad a villa ágaiba. Jobb, mintha horoggal próbálkoznánk. Horgászás vagy halászás alkalmával mindig izgatott leszek, de akkor még inkább, ha valami olyasmire készülök, amit még sosem csináltam. Az ismeretlentől szinte azonnal görcsbe rándul a gyomrom. Fogtunk egyet! Mivel nincs horog a műcsalin, nem teszünk helyrehozhatatlan kárt az állatban, ha sikerülne kiszabadítania magát. Párja is akadt. Az lelépett, de egy van. Ezt nézd, micsoda példány! Egészen különleges. Tökéletes szépség. Érjen le a fenékig? Igen, egészen odáig. Aztán föl nagyon lassan. Ez az. Határozottan megvan. Egészen biztos. Igazán környezetbaráttá azt teszi ezt a fajta horgászatot, hogy csak is a kalmár célozzuk meg, méghozzá igen hatékonyan. Annyira határozottan és egyértelműen, hogy rajta kívül legfeljebb tintahalat fogunk ki. Egy ember, egy csónak, egy horgászsinór. Semmiképp sem halásszuk túl a kalmár állományt. Ez a tiéd. Megfogtad? Nem. Elvesztetted. Megint egyenesen le? Igen, a fenékig. Így tényleg fenntartható az állomány, ha nem fogok egyetlen kalmárt sem. Csak a víz csapott pofán. Megvan egy. Tényleg? Igen. Ezt biztosra veheted. Rendben. Ha mégsem, átvetem magam a korláton. Megoldható. Itt van. Kettő. Három. Sőt, négy. Kitűnő. Ügyes voltál. Jó érzés, ugye? Az. Most már tudom, milyen is a kalmár horgászat. Ez az igazi. Őrületes. Az ismeretlen okozta görcs felenged a gyomromban, és a helyén hatalmas éhséget érzek. Hogyan szereted a kalmárt? Még sohasem kóstoltam. Nem igaz. Komolyan. Te viccelsz. Inkább egy békönös szendvicsen jár az eszem. Azért megkóstolnád? Már alig várom. Ha a kis csónakban horgászunk, akkor teljesen ki vagyunk szolgáltatva a víznek. Egy rendes méretű halászhajónak ez az időjárás meg sem kottyanna, de nekünk már gondot okoz. Eldöntöttük, visszatérünk. Nagyszerű élmény volt, de ha a tenger ekkora hullámokat vet körülöttünk, akkor nem maradjunk sokáig. Szárazföld! Először a szem előtt vágom el, a szájrész mögött. Ez a szarusodott rész, melyet papagájcsőrnek is hívnak, kidobandó. A tapadó korongok ehetők, de egy nagyméretű kalmáron már eléggé rágósak. Amikor kihúzzuk a fejet, jószerivel minden jön vele együtt, ami úgysem kell. Kidobva. A ház elcsökevényesedett maradványa a toll, melyet régen valóban írásra használtak. Meglazítom a szárnyakat, és ha szerencsém van, vele együtt a külső membránt is el tudom távolítani. A klasszikus kalmárgyűrűhöz úgy kell megtisztítani a belsejét is, hogy közben nem szabad felvágni a törzset. A trükk egyszerű, ki kell fordítani. A kifordított törzsről már könnyű lehúzni a belső nyálkás hártyát. Alapos öblítés és leszárogatás után következhet a szeletelés. Egészen csodálatos. A nyers kalmárgyűrű krémes, de tömörhúsú és édes. Kétlem, hogy Bent és barátait meghatná a nyers változat, ha a békönös szendvicsről álmodoznak. Ezért klasszikus kínai sós-borsos kalmárt tálalok nekik.
A gyűrűket a következő nagyon egyszerű, mégis mágikus keverékbe forgatom. Kukoricaliszt, só, szecsuán bors és egy pici chili. Az így előkészített kalmárt csak egy percig sütöm, aztán édes chili mártással tálalom. Ehhez összemelegítek ribizli zselét, borecetet, zúzott fokhagymát és apróra vágott chilit. Tessék, Ben, egészségetekre! Ben életében először kóstolja meg azt a lényt, amelynek a halászatából él. Édes és csípős. Ebbe lehet mártogatni. Nem is olyan rossz. Te mit gondolsz? Finom. Ennyi éven át nem kóstoltam. Azért nem vagy olyan idős, mint ezek a tengeri medvék. Van még addig egy-két éven. A sör is jó. Kösz. Aki saját maga süti a kenyeret, az tudja, hogy ez a munka sokszor macerás. Bemutatok egy gyors, keresztés nélküli változatot. Az összeállítása 10 perc, a sütése 20, és szinte azonnal fogyasztható. Ez egy amerikai típusú kukoricakenyér, ám a receptjét kissé gazdagítani kell. Mit gondolnak, mivel fogom szaporítani? Sütőtökkel. Ettől édesebb és krémesebb is lesz. A tököt olyan kicsire aprítom, hogy annyi idő alatt megpuhuljon, amíg a kenyér megsül. A kenyér igazán különleges a kétféle paprikától lesz. A csodás magyartól és a zöld jalapeño-tól. Bárhonnan is szerzik be a paprikát és bármilyen fajtájút, mielőtt beletennék az ételbe, kóstolják meg, vessék alá a csípősségtesztnek. Finom zöld paprika íz, de már is érzem a csípősségét. A csípősség mérsékelt, nem durva, tehát ebből egész sok kerülhet a kukorica kenyérbe, apró kockákra vágva. Ehhez a recepthez kétféle lisztet használok. Sima búzalisztet és kukoricalisztet, de jó a finom kukoricadara is. Nagy csipetnyi só, egy teáskanál szódabikarbóna és 4 teáskanál sütőpor kell még hozzá. A kukoricaliszt kissé szemcsés állagot és diós ízt ad majd a kenyérnek. Jöhetnek a folyékony hozzávalók. Tej, író, ez utóbbi helyett használhatnak joghurtot is. Bár kukorica kenyérnek hívják, ez tulajdonképpen egy sós sütemény. 2, 3, 4 tojás. A tojáshoz 600 ml tejet, 2 evőkanál folyós mézet és 50 g olvasztott vajat adok. Azután a folyékony hozzávalókat óvatosan belekeverem a szárazakba. Nagyon fontos, hogy ne dolgozzuk ki túlságosan a tésztát, mert akkor nem jön föl eléggé. Csak megkeverem az egészet a különböző finomságokkal együtt. Ne ijedjenek meg, ha túlságosan folyósnak tűnik a massza. A sütőben majd megszilárdul. Vagy nem? Kivajazott, liszttel behintett tepsibe simítjuk a tésztát, és 220 fokon körülbelül 20 percig sütjük. Könnyű. Úgy néz ki, jól feljött. Ezt nézzék. Fantasztikus. Kiváló. Érzem a chili melegségét is. Biztos, hogy egy halommal fogok sütni belőle a sütőtök és chili estre. Tán nem meglepő. Az idén ősszel megszállták a kertünket a nyulak, és ezt igencsak megszenvedték a téli zöldségeim. De kézbe vettük a dolgot, és a tapsifülesek a veteményesből a tányérunkra kerültek. Timnek az az ötlete támadt, hogy hozzuk vissza a nyulat a britek asztalára, ezért ellátogat egy curry étterembe. Ebben az országban minden város főutcáján van egy curry étterem. Ha rá tudom őket beszélni ezekre a friss dorseti nyulakra, akkor azt hiszem elérhetjük, hogy a britek több nyúlhúst fogyasszanak.
A Bridgeporti Taj Mahal tulajdonosa Helen Chaudhary. Kínáltatok valaha nyulat? Nem, soha. Nem is gondoltál rá? Azért, mert idegenkedsz tőle? Egy kicsit. Én megismertetem veled a nyulat, te pedig megtanítasz curryt főzni. Helen a forró olajban megpirítja a babérlevelet, a fahérudat és néhány kardomom hüvelyt. Nem félsz? Ez a curry veszélyes. Óvatosan. Gyömbért és fokhagymát adok hozzá. Következik két fej felszeletelt hagyma. Ez nagyon sok, nem? Ennyi kell. Helen csökkenti a hőmérsékletet és megpárolja a hagymát. Aztán egy-egy teáskanál kurkumával, csilivel, római köménnyel, paprikával és saját fűszerkeverékével ízesíti az alapot. Elmondanád, mi van benne? Saját recept. Ez az én masalám. Saját specialitás. Tehát a masala egy fűszerkeverék. Így van. Hámozott paradicsomok kerülnek bele, majd pedig a nyúldarabok. Érdekes, hogy nem pirítottad meg előtte a húst. Így a fűszerek közvetlenül a húsba ivódnak bele, igen. Látod? Helen három csésze vízzel engedi fel az ételt, majd 45 percig főzi kislángon. Végül julienne vágott gyömbérrel és friss korianderzölddel díszítve tálalja. Csodás, sose gondoltam volna. A vadíz nem nyomja el a többit. A hús finoman szétomlik a szádban. Szerintem ez életem legjobb kárja. Köszönöm, Tim. Őrületes. A végső szót persze a vendégek fogják kimondani. Ők döntik el, felkerüljön-e a nyúl az étlapra. Helen madraszi nyulat kínál, és megkérte Timet, hogy tálaljon egy tandoori fogást is. Segítesz? Persze. Ne légy szigorú. Nem leszek. Tim a pokolian forró tandoori kemence mellett dolgozik. Már itt sülnek a nyársak, ne félj tőlük. Utána mi következik? A hagyma. Hagyma? Igen. Az első rendelés egy tandoori nyúl. Így gondoltad? Igen, lehet vinni. Várom a következőt. Jó. Tandoori nyúl. Tim? Két tandoori. Egy nyúlkari. A nyúl jó lesz. Igen, kipróbálom. Jó választás. Elvitelre még egy nyúl, de ne süsd túl a húst. Ő azt mondja, már kész. Te azt mondod, még nem. Én meg jobban félek Helentől. Ennyi volt mára. Hazamehetsz, Tim. Hazamehetek. Jó voltál. Tim túlélte a forróságot az indiai konyhában, de vajon hogy ízlett a füstje a vendégeknek? Nyulat ettem, finom volt. Ízlett? Nagyon. Egyszerűen remek. Máskor is lesz? Igen, felvesszük az étlapra. Nagyszerű. Ízlett? Igen. A helyi nyulak új otthonra leltek a Bridgeporti Taj Mahal étlapján. Tim pedig igyekszik majd rávenni az exeteri bulizókat és szurkolókat is arra, hogy cseréljék le a hamburgert nyúlhúsra. Ez pocsékul is elsülhet. Coming up, a very important plot of land outside Sheffield. You're a landshare legend. Where I'm fixing the turkey my way. We've nailed it. Absolutely nailed it. And I'll be recreating a childhood favorite, the Findus crispy pancake. Almost brings a tear to my eye. I mean, I just think... perfection. Mindannyian szeretünk nosztalgiázni, és vannak emlékek, amelyek mindennél erősebben tolulnak elő. Ilyenek gyerekkorunk kedvenc ételei. Közülük az egyiket egészen szentimentálisan idézem, a palacsintát. Nálunk is volt palacsintanap, cukorral és citrommal ettük. Vicces vagy nem, de engem ez nem hoz lázba, hanem a mély hűtött, rántott palacsinta. Már érzem is a számban az ízét. Vidéki gyerekként igazán örültem a fagyasztóipar tömegárujának, a bőolajban kisüthető rántott palacsintának. Hússal, sajttal vagy hallal volt töltve, és mártást is csomagoltak hozzá.
Ma azt mondanám, bűnös élvezet volt, de nyilván ez fel sem merül egy 8 éves gyerekben, amikor beleharap a ropogós palacsintába. És ha nem hozok most össze egy legalább fele olyan tisztességes változatot, akkor feladom a szakmát. Mindig is úgy gondoltam, hogy a legkifinomultabb töltelék a füstölt tőkehalas volt sajtmártásban. A napjainkban már alig elérhető tőkehalat azonban fekete tőkehallal fogom helyettesíteni. A füstölt halat babérral és hagymával ízesített tejben párolom meg. A sajtmártáshoz vajat olvasztok, abban lisztet pirítok. Ez mindössze 1-2 percig tart. Apránként feltöltöm azzal a tejjel, amelyben a hal főtt. És állandóan keverem, nehogy összecsomósodjon. Végül néhány marék jóféle csedőrsajtot adok hozzá. Nincs lelkiismeret furdalásom amiatt, hogy tőkehal helyett fekete tőkehalat használtam, mert nagyon hasonló az ízük. Ez jó. Szép emlékek. Természetesen nem igazi a palacsinta a ropogós panír nélkül, de a töltelékkel elégedett vagyok. Úgy lesz teljes a nosztalgikus palacsinta parti, ha Tim és Gil is elkészíti a saját kedvencét. A többféle töltelék közül a ves- és marhahúsos variációt választottam mára. Ez a lábszárból a legfinomabb. Zsírdús, márványosan erezett, nem fogok túl sok fagyút levágni belőle. Friss kakukkfűvel ízesítem. Megszórom liszttel, ez azért fontos, mert besűríti a mártást. Teszek bele vörösbort is, bár nem kellene. Csirke és kukoricás békönös tölteléket készítek. A mártáshoz vaj kell, de nem sok. A beforralt tyúkhúslevesnek igen intenzív az íze. Kukorica? Kissé eltérek a mély hűtött változattól, zöld fűszereket és fokhagymát is teszek bele. A helyzet az, hiába tudom, hogy jó az íze, a látványa elég ronda. Megvannak a töltelékek, kisütöttem a palacsintákat, már is összeállíthatjuk a három fogást. Liszt, tojás és zsemlemorzsa a szokásos panír. Ettől lesz az étel jó ropogós. Ezt hagyományos töltött palacsintának látom. Ám ha ragaszkodunk a történelmi hűséghez, az ördög a részletekben rejlik. Valami nem stimmel. Nem eléggé narancsszínű. Próbálkoztam kurkumával és egy csipetnyi nem csípős piros paprikával. Ez az sikerült. Szörnyszülöttet alkottam. A tojásba. A fekete tőkehallal, narancsszínű panírban kisütött, mélyhűtött, rántott palacsinta pótlék látványa annyira rossz, hogy az íze biztosan jó. Megvagytok, fiúk? Mutasd! Mutasd a kezed! Nézd csak! Autentikus narancssárga zsemlemorzsa. Tényleg! Ez gyönyörű. Mindkét oldalon 3 percig sütöttünk minden darabot, és már is kezdődhet a retró kóstolás. A ti palacsintátok az olajból átvette az enyém színét. Lássunk neki a gyerekkort idéző hagyományos fogásnak. Először Gil ves- és marhahúsos változata került terítékre. Igen. Ezt nézd. Erről van szó, pontosan erről. Zseniális haver. Klasszikus. Magasan ez a legjobb rántott palacsinta, amelyet életemben ettem. Annyira ízes. Most Timé jön. Te jó ég, csirke, békön és kukorica. Igen. Ez nagyon jó. Nem egészen az eredeti, megbolondítottad a zöld fűszerekkel. Csodás lett a kakukkfűvel. Nagyszerű, Tim. Végül az én sajtmártásos füstölt halas alkotásom. Remek folyós mártás. Lesz-e olyan ez a palacsinta, mint Proustnak a Madeleine? Ez teljesen jó. Ugyan már. De tényleg jó. Mindhárom változatnál a töltelék, a palacsinta és a ropogós panír kombinációja a lényeg.
Ez a kóstoló 35 évvel korábbi emlékeimet idézte. Annyit tettünk, hogy gyermekkorunk egy darabját belecsomagoltuk a palacsintába és kisütöttük. Szép gondolat. Szinte könnyeket csalt a szemembe. Tökéletes mondat. A földmegosztási program, amely összekapcsolja a földtulajdonosokat és azokat, akik termelni szeretnének, sok nagyszerű kezdeményezéshez vezetett már. Jó nehéz, igaz? Van közülük egy, amelyik igazán tetszik nekem. Sheffield külterületén látogatta meg Mark Whitehouse-t. Üdvözöllek! Igazi legenda lettél. Tényleg? Igen. Néhány hónapja itt még parlagon hevert a föld. Most zöldségek, sertések, kacsák, csirkék és méhek otthona. 26 termelő végez szorgos munkát Mark földjén. Szervusztok, hogy mennek a dolgok? Jó, köszönjük. Fantasztikus ez a burgonya ültetvény. Még csak hervadásnak sem indult. Későn vethettétek, ha júniusban, júliusban sem éred be. Az volt a cél, hogy megtermeljük a karácsonyi vacsorának valót. Karácsony előtt lesz disznótor. Az december második felében tervezzük. Megvallom, rettenetesen tetszik az ötlet. Egy csapatnyi városlakó összefog, hogy megtermelje magának a karácsonyi vacsorára valót. Becsülik az összes ünnepi étkezési hagyományt, köztük ezét a madárét is. Már ezek fantasztikusak. Tökéletes, szabadon tartott pulykák. Igen. Megnézhetek egyet? Jó húsos. Látom? Nem semmi. Érzem a combját. Erős a lába. Hihetetlen mennyiségű a mellehúsa. Ez mind Markot dicséri? Valahogy úgy. Már látom magam, amint indulok hazafelé egy-egy madárral a hónom alatt. Az nem pulyka lesz. Eddig csak beszéltünk a pulykáról. Ideje meg is sütni egyet. Ezért meglátogatom Mark feleségét, Helent, aki tart készenlétben egy konyhakész állatot. Azon bemutathatom, milyen előítéleteim vannak a pulykával szemben. Szia, Hugh! Örülök, hogy látlak. A pulykasütést azt teszi problematikussá, hogy a combjának sokkal több időre van szüksége a puhuláshoz, mint a mellének. Jó ideje nem sütök pulykát karácsonykor, mert úgy találtam, hogy a húsa kiszárad, és nem úgy sikerül, ahogy kellene. Ízbéri kompromisszumot kellett kötni azért, hogy ez a madár egyben kerüljön a karácsonyi asztalra. A megoldás az, hogy eltávolítjuk a lábakat, meg a szárnyakat, és külön sütjük meg őket. Rendben. Beleegyezel? Nagyszerű. Úttörő megközelítés lesz, ígérhetem. Lássuk. Először itt vágom be. A pulyka combjainak és szárnyainak levágása egyáltalán nem ördöngösség, de ha úgy érzik, hogy nem birkóznak meg vele, kérjék a hentes segítségét. A combon és a szárnyon kívül más értékes részei is vannak ennek a madárnak. Nem túl bizalomgerjesztő darab, de látod, csont, hús és bőr is van rajta, szóval jó ízt ad majd a következő ételnek. Értem. Az ízes vörös húsok a csonttal, bőrrel együtt tökéletesek lesznek a klasszikus francia Coquevin Sheffieldi változatához. A pulyka darabokat olajon megpirítom és liszttel meghintem. Ez fogja besűríteni a mártást. Aztán jöhet az ünnepi móka a flambírozás almapálinkával. Van tűzoltókészüléked? Előfordulhat, hogy szükség lesz rá. Jól csináltad. Sikerült. A hús után némi hagymát, gombát és fokhagymát pirítottunk. A zöldségeket pedig a hússal teli fazékba púposztuk. Nem akartuk, hogy bármilyen pörkanyag is kárba vesszen. A lepirult finomságokat borral oldom fel. Egy egész üveg vörös borral. Kevés szárzellert aprítok bele, meg kimagozott paradicsomot. Forró vízzel öntöm föl, és beleteszek egy fűszercsokrot is petrezselyemből, kakukkfűből és babérlevélből. Ez nyugodtan fődögélhet másfél órán át. Most pedig lássuk a csodás mellett, melyet óvatosan leválasztottam a csontról. Ehhez a nagyszerű húshoz készítünk egy remek tölteléket. Utána az egészet összecsomagoljuk, feltekerjük, és kész a töltött pulyka mell. Következik kedvenc töltelékem. Az összevágott pulyka májat sütnivaló kolbászhússal keverem össze. Párolt hagymát és szárzellert, valamint kenyérmorzsát adok hozzá. Utána jöhetnek az ünnepi hozzávalók. Alma, gesztenye, zsája és kakukkfű.
Só, bors, reszelt szerecsendió és cayenne bors. Mindez jól összekeverve kerül a két húsfél közé. A töltött mellett összecsomagoljuk és húsos, füstölt szalonnával beborítva átkötjük. A szalonna kisülő zsírja és az aláöntött tyúkhúsleves szaftosan tartja a pulyka mellett. Őrületes, mennyi hús nyerhető ki egyetlen pulykából? Ez jó hír, mert a farmra visszatérve közel 30 éhes szájat kell betömnöm. Micsoda látvány! Fantasztikus! Hát nem gyönyörű? A pulyka szétvágása szentségtörésnek hathat a hagyományőrzők szemében, de a darabok gyorsabban megsülnek és több embert jól lakatnak, sőt, szerintem ízletesebbek is, mint az egészben sült madár. Ő csinálta! Elő karácsony Sheffieldben! Adhatom a ropogó szélét? Köszönöm, igen. Ki érzi kellemetlenül magát a nézőközönség miatt? Nagyon puha lett a pulyka mell. A boros pulyka is osztatlan sikert arat. Lehet, hogy a szaftja miatt. Csodás, nagyon jó. Finom. Az állaga tökéletes, nem esett szét a hús. Mégis jó szaftos. Hogyan készíted a pulykát idén karácsonykor? Csinálunk egy ugyanilyen banzájt. Persze, egészen biztosan. Egészségünkre! Mindig is egy kis gazdaság volt az álmom. Most nem csak a kis gazdaságot teremtettük meg, de szereztünk hozzá 25 barátot is, akikkel ezt a mennyországot élvezhetjük. Minden szabadidőnket itt töltjük. Készen álltok? Egy, két, há! Meghatott ennek a közösségnek az összetartó ereje. Ha igazi karácsonyi ajándékot akarnak szerezni maguknak, termeljék meg az ünnepi nyersanyagokat. Ha nincs hozzá földjük és önök britek, akkor csatlakozzanak a hazánkban sikeres földmegosztási programhoz az alábbi honlapon. November elején vittem Vágóhídra észak-devoni Ruby redökrömet. A húst puhasága és ízének kiteljesedése érdekében már egy hónapja érlelik. E pompás állatlábszárából fogok melengető téli húsételt főzni a sütőtök és csili esten. Lábszárnak a marha tért fölötti részét nevezik. Most még kissé ijesztő lehet ez a darab, de rögvest feltárul a hús valódi jellege, ha keresztben felszeletelem. A lábszár különleges szerkezetű. Nézzék csak ezt a sok ínt, amely szorosan körbefonja az izmokat. Azt gondolhatják, ha főzésről van szó, az ín csúnya szónak számít. De nem nekem. Számomra nem rágós falatot, hanem ízt jelent. Ez az ín nem más, mint fehérje szövet, amelyben sok a zselatin és a természetes marhahúsra jellemző íz. Ha sokáig lassú tűzön főzzük, fantasztikus lesz az amata és az állaga is. A párolás előtti sütés fontos része a főzésnek, mert ekkor a hús felszíne enyhén megbarnul, és a benne lévő természetes cukor karamellizálódik. Ezek a csodás ízek pedig mind belekerülnek majd a raguba, és mi most pont ezt szeretnénk. Ez a szín ízt jelent. Ha a húst szorosan rakom bele a fazékba, akkor kevesebb lé kell a befedéséhez, és az ízek még jobban koncentrálódnak. A mártáshoz friss gyömbérgyökeret fogok használni, meg egy nagyon ízes magyar csípős paprikát. Az jó lenne, ha látszana a gyömbér és a paprika is, de az nem, ha az étel túl csípős lenne, ezért nem hagyom benne az összes magot. Nem csak csípős, de édes savanyú is lesz ez a fogás. Csípőségét az erős paprika, a gyömbér és a fokhagyma adja, édes pedig egyevőkanál ribizli zselétől lesz, és attól a fél liter almalétől, amellyel felöntöm. A savanyúságot 100 ml-nyi almaecettel érem el, ugyanennyi szójaszósztól pedig sós lesz a főző folyadék. A fűszeres levet felforralom és ráöntöm a húsra. Ezt annyi vízzel egészítem ki, hogy majdnem ellepje a húst. A lé már is nagyon ízes,
De ez semmi ahhoz képest, amilyen három és fél óra múlva lesz. A lassú párolás kioldja majd a húsból a zamatokat, és az egész jól összeérik. Ezt az ételt nem lehet gyorsan elkészíteni, de érdemes rá várni. Rizsmetélttel és párolt fodroskellel vagy spenóttal tálalom. A húsnak olyan omlósnak kell lennie, hogy evőpálcikával is szét lehessen vágni. Így. Az a hús, amely néhány órával ezelőtt még inas és kemény volt, most olyan puha, hogy elolvad a szájban. Melengető érzést kelt a paprika, a gyömbér és a fokhagyma miatt. A remek alapanyagokból kényeztető téli fogást varázsoltunk. Coming up, it's pissing down, but not even wet and windy weather can take the heat out of our party. Blimey, the tip of my tongue is on fire. Okay, it's on fire. Már csak néhány óra van hátra a sütőtök és csili estig. Úgy terveztem, hogy ebben a hidegben tüzes ételekkel várom a vendégeket, de a partit az időjárás, az eső és a szél is fenyegeti. River Cottage kezd megfelelni a nevének. Már-már folyó hömpölyög a birtokon. De 200 vendéget várok, tehát a rendezvény nem maradhat el. Remek desszertet szeretnék sütni a sütőtök és csili estre. Ebből az egyből talán kihagyom a csilit, és maradok a sütőtöknél. A pite sütéséhez ez a fajta a legjobb. Small sugar-nek hívják. Azért éppen ez a fajta, mert pompás, krémes a húsa. És persze szép is. Addig kell sütni vagy főzni, amíg a húsa elég puha nem lesz ahhoz, hogy össze lehessen törni. Ideális, ha a sütőben egy darabka vajjal és némi barna cukorral sül. A tepsibe vizet is öntünk, mert a gőzben hamarabb megpuhul. Közepesen forró hőmérsékleten 45-60 percig sütjük. Mennyei illat! Amikor sütjük a tököt, akkor jöhetünk rá, hogy ez nem zöldség, hanem gyümölcs, a sárga dinnye rokona. A sütőtökös pite nekem túl édes lenne, ezért a tölteléket néhány zöldalma hozzáadásával teszem fanyarabbá. Nem nagy ördöngösség így szétpaszírozni a zöldalmát, elég hozzá néhány mozdulat a fakanállal. Összekeverem a krémes sütőtököt a savanykás almapürével. Egy másik tálban pedig 5 tojás sárgáját, 100 ml tejszínt és 50 g barna cukrot. Az a jó ebben a receptben, hogy a sütőtök keményítő tartalma elég ahhoz, hogy a massza a tejszínnel meg a tojással összeálljon, és a sütés után se essen szét. Elkészült a töltelék, de a tojásfehérje sem megy veszendőbe, mert most nem egyszerű pitét sütök, hanem habcsókosat. Mehet bele a cukor, de egyszerre csak kevés. Sose hagyom ki azt a próbát, amelyet a tojáshabbal szokás elvégezni. Tökéletes. A krém a vakon sütött tésztába kerül, a tetejére halmozom a tojáshabot. Akkor mutatós, ha hullámok és csúcsok is vannak a habban, mert azok szép színt kapnak a sütőben. A pitét 150 fokon 45 percig sütjük. A habcsókos sütőtök pite tökéletes desszert lesz ma este. This
is BBC Radio Devon. A Meteorológiai Intézet piros figyelmeztetést adott ki, eszerint Devon megyében délután vihar várható. Az esőt erős, óránként 130 km-es szél kísérheti. Az időjárás rendkívüli. 10 év óta a legnagyobb vihar van készülőben. Mi pedig partit rendezünk. 200 vendéget várunk, és nem hagyhatjuk őket cserben. Szia! Örülök, hogy látlak! Házi csilis limonádéval fogadjuk őket, melybe jó adag fehér rumot is öntöttünk. Ha a rum nem melegít fel, a csili biztosan. Hamar kiderül, hogy az eső nem szegi a vendégek kedvét, a legtöbbjük szívesen belemegy a különböző játékokba is. Ha kell, sorban áll a csili rulett előtt. Ez jó, a piros veszélyes. Jesszus! Én a konyhában tüsténkedek, hogy elvégezzem az utolsó simításokat az ünnepi menün. Ez most a legbarátságosabb hely. Tököt sütök rozmaringgal, fokhagymával, és találják ki mivel. Csilivel. Fél óra múlva tálalhatjuk az édes savanyú marhalábszárat a tökös csilis kukorica kenyérrel. Kér sült tököt? Ez fantasztikus. Mellépen pikás savanyú sütőtökét kínálja. Nagyon köszönöm. A desszert a habcsókos sütőtök pite. Mindenki sütőtökös csilis hangulatba kerül, vagy majdnem mindenki. Eltökélt szándékom, hogy a csili ízét a végsőkig megtapasztalom. Ezért megkóstolom régi barátom Michael Michaud Dorset Naga fajtáját, amely valószínűleg a világ legcsípősebb csilije. Te jó Isten! Te jó Isten! Lángra kapott a nyelvem hegye. Mit ajánlasz a túl erős csili okozta égés gyógyítására? Tejterméket. Van nálad itt és most? Nincs, ennyire szörnyű. Akkor szereznem kell. A megvadult időjárás, a csípős csili és a saját termesztésű sütőtök valahogy összekovácsolta a társaságot. Blimey! Ez aztán őrült mennyiség. A krupiék kisajátították maguknak a kereket? Nem kellene mindenkinek megforgatnia? Rajta! Mindig is kedveltelek. Te jó ég! A recepteket angolul megtalálják a képernyő alján olvasható honlapon. Elfújt a szél, és kiöntött az eső, de a csili melege és a sütőtök gömbölydettsége megvédett bennünket az egész este folyamán. A folytatásban zöldségágyásaimat vetésforgóval szolgálom és védem. Így újra feltöltődik tápanyaggal a következő évre. Néhány ropogós ehető ajándékot készítünk karácsonyra. És elteszek télire abból a húsból, amely az ökröm levágása után még megmaradt. Ez biltong vagy dingdong? Narrátor Hol Nándor, magyar szöveg Piros Kriszta, szerkesztő Pogány Éva, hangmérnök Csomár Zoltán, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Valger Zsófia. Yes, stop. Ez beragadt.